Sziasztok, Zsuzsi vagyok, és a mai videót nagyon nagy örömmel készítem el nektek, mert végre most egy olyan terméket tudok nektek bemutatni, amit én nagyon-nagyon szívesen használok, és nagyon hamar az én egyik kedvencemmé vált. Ez nem más, mint a Sleek Makeupnak ebből az iDivine sorozatából a Grandid nevezetű paletta. Hogyha szereted a földes árnyalatokat, az olivás színeket, ezeket a nyári ilyen kicsit kiégett, de mégis nagyon gazdag tónusokat, akkor nagyon-nagyon jó szívvel tudom ajánlani nektek ezt a palettát, de nézzük is, hogy mi az, amit még érdemes tudni erről a palettáról. A Sleek Makeup egy angliai cruelty free márka. Ahogy felmentem a honlapjukra, én azt találtam, hogy számukra kiemelten fontos téma, kiemelten fontos társadalmi téma a rasszizmus elleni küzdelem. Hogyha felmentek a honlapjukra, akkor erről olvasni is lehet egy pár sort, hogy ők személy szerint, vagyis hát ők mint cég, mit tudnak tenni a rasszizmus ellen. Ami miatt, mint felhasználó, hogyha téged ez a téma nem különösebben érdekel, de mégis érinthet és mégis fontos lehet, az az, hogy alapvetően ők tesztelik minden terméküket arra is, hogy különböző bőrtónusokra, bőrszínekre megfelelően használható legyen. Szerintem ez egy nagyon támogatnivaló cél, úgyhogy ezt mindenképp szerettem volna róluk elmondani. A márka cruelty free, de nem minden termékük vegán, ezt viszont szépen feltüntetik a csomagoláson, tehát ez a paletta, ez pont egy vegán paletta. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy nekem, mint cég, így alapvetően ezek nagyon szimpatikus dolgok. Szeretem, hogyha egy márka cruelty free, szeretem, hogyha egyértelműen átlátható, hogy vegán termékről van szó, vagy nem vegán termékről van szó, és számomra nagyon szimpatikus az is, hogy a rasszizmus ellen ők így egyértelműen kiállnak. A Sleeknek ez az iDivine kollekciója, ez már évtizedek óta van, vagy hát lehet, hogy nem évtizedek óta, de évek óta szerintem ez a márkának egy ilyen ikonikus termékcsaládja. Azt kell róla tudni, hogy ezek ilyen 12 szemfestéket tartalmazó paletták. Én azt láttam, hogy a tavalyi év vége felé, ilyen november magasságában ők lecserélték a régebbi kollekciójukat. Ezek ugye állandóan kapható termékeik, tehát ezek nem limitált kollekciós termékek, de hosszú-hosszú évek után most egy új formulát vezettek be, és egy picit át is alakították a palettájukat. Nekem van egy ilyen régi típusú sleek palettám is, ez a 3AM paletta volt, ez egy limitált kiadás volt egyébként, de így néztek ki alapvetően ezek az állandó kollekciójukban kapható paletták is, és most ez pedig az új paletta. Tehát látjátok, igen, ez egy picit nagyobb, és azt hiszem egy picit több terméket is tartalmaz, talán ez 12 g összesen ugye a 12 szemfestékre, ez pedig 9 g volt, ettől függetlenül azért, ahogy látjátok, hiába van meg a régi is évek óta, hát még bőven van belőle. Egy picit többet kaptok tehát ebből az új formulából. Alapvetően ugyanúgy mindkét paletta ugye 12 szint tartalmaz, formailag ugye egy picit más volt, a kerek tégelyekről átálltak az ilyen négyzetes formájú tégelyekre, illetve ebbe a régi típusban mindig volt egy ilyen kis szivacsos applikátor, szerintem ezt nagyon kevesen használták, bár szépen lehetett használni, főleg egyébként a fényes színekhez, de mondjuk a matt színekhez nem igazán, ezt kivették ebből az új csomagolásból. Nekem a régi típusú palettával kettő problémám volt, amit azt kell, hogy mondjak, hogy az új típusban, tehát az új formulában javítottak. Az egyik problémám az volt, hogy amikor megpróbáltam összesatírozni a színeket, akkor olyannyira összesatírozódtak nagyon-nagyon hamar, hogy összemosódtak, és hát három színnél többet nem is nagyon tudtál egymás mellé rakni, mert egyszerűen így összeálltak egy masszává. Úgyhogy inkább így tisztán lehetett felvinni ezeket a színeket. A másik problémám pedig a tartósága volt. Nem a legrosszabb, de nem is a legtartósabb szemfestékek voltak, úgyhogy egy ilyen közép kategória, így azt mondanám. Viszont ez az új formula, ez sokkal tartósabb, úgyhogy én ennek annyira, de annyira örülök, mert nekem általában ez szokott egy ilyen kritikus pont lenni a szemfestékeknél, hogy nem eléggé tartósak, de ez nagyon szépen fennmarad, és ezt az új formulát egyébként nagyon szépen lehet most már satírozni, nem mosódnak össze a színek, látszik külön itt is, látszik a zöld, látszik a kék, látszik az oliva árnyalat, úgyhogy én nagyon-nagyon örülök ennek a változásnak ebben a formulában. A palettában 12 szemfesték található, ebből 5 matt árnyalat, ez a zöld, ez a kicsit ilyen barackos narancssárgás szín, ez az egészen hát ilyen nagyon érdekes tört kék, egy ilyen homok árnyalat, illetve ez a sötét barna, nagyon jól működnek egyébként a fényes árnyalatokkal együtt, ugye 7 darab fényes árnyalat van, ettől az egészen erős ilyen fényes, rezes narancssárgás árnyalattól kezdve az ilyen gyönyörű olívazölden át, egy kicsit ilyen világosabb zöld, illetve ilyen homokos árnyalatok,
Szerintem nagyon-nagyon szép árnyalatok. Én azt szeretem nagyon ezekben a színekben, hogy lehet ilyen egészen intenzív sminkeket készíteni vele, de hogyha tényleg ezt a szép homok árnyalatot használod, csak mondjuk ezzel a mattal, esetleg sötétítve egy kicsit a külső szemzugot, ezzel a barnás árnyalattal, akkor abszolút egy ilyen hétköznapra, irodába, bármikor hordható sminket is tudsz vele készíteni, de ezek az olivás árnyalatok, ezek is szerintem olyan színek, amikből lehet akár egy ilyen vagányabb, ütősebb sminket is csinálni, és el lehet úgy is készíteni a sminket, hogy tényleg hétköznapokra az irodába is használható legyen. A Sleek termékeit egyébként a Müller drogériákban lehet kapni, és ezek az iDivine palettáik, ezek, ha jól emlékszem, ilyen 3700-3800 forint környékén vannak, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek árérték arányban nagyon jó kis termékek. Nem is maradt más hátra, mint hogy mutassam nektek a swatchokat, illetve utána jöhet a három look, a három smink, amit elkészítettem ezzel a palettával.